Mik a gyakori emésztési problémák a kutyáknak, és mik lehetnek azok jelei? Hát a jelek azok részben a hasmenéssel kapcsolatosak, vagy esetleg a pépes-bélsár hasmenés átmenetben. Vagy a túl kemény bélsár megjelenésében, ezzel kapcsolatosan a bélsár során az erőködésben, vagy a, ennek a végállapotában a bélsár rekedésben, esetleg hányás is jelentkezhet, hogyha emésztési problémái vannak az állatnak, és hát a bélsár vagy túl sok, vagy túl kevés, esetleg minőségében lehet valamilyen burkos, bevonatú, nyálkás, urambocsá véres is. Mikor számíthatunk leginkább ilyenekre? Például táplálékváltáskor fiatal állatnál gyakori, hogy eléggé makacs hasmenést szenvednek el az állatok, hogyha a táplálékváltást azt nem ügyesen hajtottuk végre, tehát nagyjából egy hét alatt át kell mosni egyik tápot a másikba, és folyamatosan cserélve, arányokat billentve kell ezt a tápváltást, főleg fiatal kutya érzékeny erre végrehajtanunk, és akkor nem fog hasmenéses megbetegedés létrejönni. A, ö, a rossz minőségű, silány alapanyagokból készült táplálék etetése és tartós etetése, az előbb-utóbb a bérsár mennyiségének és minőségének a változását is okozza, lényegesen több bérsarunk lesz, bérsara lesz az állatnak, és annak bármilyen irányú, elváltozása is gyakori akár a túl kemény vagy pedig a hasmenés irányába való elváltozása is előfordulhat. Ha hiánybetegség uh, uh, alakul ki felszívódási zavar miatt, például D-vitamin, vagy kálcium, magnézium, cink, stb. részhiány uh, alakul ki, uh, az amiatt lehetséges, mert uh, bizonyos esetekben a hasnyálmirigy tevékenysége lanyhul és gyengévé alakul, gyengévé változik, nem termel annyi enzimet, emésztőenzimet, amennyire szüksége volna a szervezetnek. Ilyenkor az első, amit észreveszünk, nem a hiánybetegségnek a tünete, ami már a, ezeknek az anyagoknak a hiányából adódik, hanem azt csak másodlagosan fogjuk észrevenni. Elsődlegesen a bélsár változása fog feltűnni, ezek a, ezek a, ez az ilyen bélsár, ami emésztési, súlyos emésztési zavar miatt jön létre, az általában burkos, bevonatos, zsíros, tap, zsíros felszínű. Ha túlzott mennyiségű csontot etetünk kutyánál, akkor az bélsárrekedést okoz. Ennek súlyos, előrehaladott bélsárrekedésnek a jelei lehetnek már a levertség mellett, akár a hányás is. Erre figyelni kell és gondolni kell rá. Figyelni kell, hogy mennyit ürít és hogy egyáltalán. Hogyha az etetés után közvetlenül itatjuk az állatot, illetve mozgatjuk, akár intenzíven mozgatjuk, és az állat az egy nagy testű, közepes nagy testű, vagy óriás testű, akkor a gyomorcsavarnak, a, a gyomorcsavarodásnak a valószínűsége igen magasan megnő. Ennek a tünetei a, a nagyon ilyet tekintetű állat, a hirtelen megnőtt hasterimet tehát felhaspuffadás és a nyázás. Ilyenkor nagyon gyorsan forduljunk orvoshoz, csak a, a friss eset menthető meg. Ha hasnyálmirigy megbetegedésről van szó, amiről az előbb beszéltünk, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy a, a, bélsár az ilyen zsíros, burkos, bevonatos, fénytelenné válik a szőr, a bőrbetegségek is előtérbe kerülnek. A idült bélbetegségek esetén azt fogjuk tapasztalni, hogy a bélsár minősége folyamatosan változik. Tehát gyakran hasmenéses időszak után akár normál, vagy pedig székrekedéses időszakok is követhetik egymást, és ezek ciklikusan váltják egymást. Ha ilyet tapasztalunk, mindenképp forduljunk orvoshoz.